Minden gyerek története úgy kezdődik, hogy megszületik. Van, akinek egy anyukája van, és van, akinek még több. Magyarországon egyértelmű alkotmányos szabályozásunk van. A házasság és a család azt jelenti, hogy férfi és nő. És mindegyikből egy. Egy férfi, egy nő. Három hónapja jártam önöknél, a örökbefogadásra szükséges határozatot intéztük. Én mindig csinálok a között, hogy most vajon miért nem foglalkoznak velünk, azért, mert melegek vagyunk, vagy azért, mert ennyire származási kirikához van. Gyere, kicsim! Szia, Melissa! Ezt most meg kéne beszélni, hogy kit hogy hívunk. Virágmama és Nóri anyu. Pápákaka. Nekem ez itt tetszik. Nekem is. Nagyon jó. Megbeszéltük. Hát. Szevasztó. Drága kicsi szívem. Hát nagyon szép kicsi lány. Igazából azt szeretnénk, hogyha a gyerek, tehát mind a kettőnkhöz egyformán kötődne. Oké, akkor ennyi volt, kész. Még neveket nem szólítva neveket, vagy önimet, vagy még az időt adjöttve? A Virág anyu, én meg Dada vagyok. Szerintik anyával anyu. A családtavás nekem azt is jelenti, hogy mi megtaláljuk benne magunkat, mindannyian. Szerintem már családtaváltuk. Szerintem igen.